Tucat számra sült a kolbász a tavalyi disznótoroson, és a hagymás vérhez is szinte megállás nélkül kavargatták az alapanyagokat. Mindehhez a Sóstói Múzeumfalu biztosította a helyszínt, ahol a hagyományokhoz híven pulyaszedő is járkált a résztvevők között, és a busók is mindent megtettek, hogy végérvényesen előzzék a telet. Nem lesz ez másképp idén sem. Március 4-én reggel 7 órától disznóvisítástól lesz hangos Sóstó. Ekkor rendezik meg az 5. nyírségi disznótoros fesztivált és a 21. nemzetközi böllérversenyt. Nagyon készültünk rá, és nagyon készülünk rá, mert az elmúlt 4 évben is nagyon jelentős tömegeket vonzott meg, és nem csak nyíregyháziakat, nem csak a környékbelieket vagy a megyebelieket, hanem vármegye határon túliakat is. A hotelek általában, amelyek nyitva voltak, ekkor az teljesen fura üzemelhettek az ide látogató turistáktól. Ez egy olyan hagyomány, azt gondolom, amit tartani kell. Ebben az évben rekordszámú 22 csapat méretteti meg magát. A nagykaposiak és a kaplonyiak idén is itt lesznek, de új csapatként például Pátyot fog bemutatkozni. Mindannyian mangalicából készült ételekkel fognak versenyezni, amelyet az érdeklődők gasztrojeggyel kóstolhatnak. A gasztrojegy az azt jelenti, hogy mindenki kóstolójegyezi, tehát azért tartom fontosnak elmondani a gasztrojegy, mert 500 forintos egységáron lesz értékesítve a Múzeumfalu több pontján, és a csapatok maguk fogják eldönteni azt, hogy például egy adag toroskáposztát hány gasztrójegyért értékesít, hiszen a jelenlegi áraknál nem várható el, hogy egy adagot mondjuk 500 forintért odaadjanak. A rendezvény területét pedig nem csak a finom illatok fogják megtölteni, ezúttal is megjelennek a busók és a panyolai alakoskodók, lesz helyi termelők, vásári forgataga és népi játszótér, a zenéről pedig a Lajtóriás zenekar, Roberto és a Balkán Fonatik gondoskodik majd. Körülbelül 25 ezer adag étellel készülnek, mint mondták, éhesen senki nem megy haza. A rendezvényre a belépés ingyenes, és ahogy a korábbi években, idén is ingyenes autóbuszjáratokat indítanak a vasútállomástól a Krúdi Vigadóig.